Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Ezúton mondunk köszönetet Tam Mihaliknak, a Kanadai Magyar TV-nek nyújtott nagylelkű adományáért. Wellandon a város negyedik legnagyobb közössége a magyaroké. Egy pillanatra betekintünk ennek a nagymúltú közösségnek az életébe. A vadászbál a legnépszerűbb bálok közé tartozik Wellandon is, melyen azért vettek részt csak 300-an, mert többen nem fértek be a magyar házba. Már 1906-ban Wellandon volt 6 család bejelentve, bevándorlók ide Wellandra. Nem sokára, már 6 éven belül 70 családról is beszéltek. Ez így gyarapodott a wellandi magyar közösség. 1920-ban elkezdtek beszélni és döntést hoztak arra, hogy kéne egy magyar házat építeni. 1921-ben meg is alakították a magyar önképzőkört. Ez alatt elkezdtek dolgozni az alapszabályokon, amit 1924-ben ki is viteleztek. Az alapszabálynak a szabály az, hogy hát a magyar kultúrát, az eszmét itten tovább tudják folytatni messze a hazától. 1924-ben nagyon nagy bevándorlás következett be Magyarországról, ugyanúgy Nyugat-Kanadából, mivel hogy itt nagyon sok munka lehetőség volt. Akkor kezdték el építeni a wellandi kanál is, a vízi lépcsőket, meg persze nagyon sok gyárak épültek fel. Ezért így csalták ide az embereket, mert végeredményben jó munka lehetőségeket tudtak feltételezni. 1924-ben elkezdődött az építés a wellandi magyar önképzőkörnek. Egy év alatt fel is építették, nagyon sok odaadással, önkéntes munkával, és sok segítséggel persze. 1925-ben, január 1-én által is adták, felavatták nagy büszkén, mivel állítólag ez volt az első magyar önképzőkör Kanadában, ami még most is nagyon aktív, büszkékedhetünk arra, 95 évet fog ünnepelni jövőre a magyar házunk. Reméljük, hogy el fogja érni a százat is. A magyarság így nagy számban összejöttek itt Wellandon és környékén, elkezdték építeni a római katolikus egyházat is, amit átadtak 1928-ban. Ez egy időben történt szinte, amikor felavatták a Welland vízi lépcsőt, a Welland kanálist. A 60-es években ugyanúgy tovább építették a görögkatolikus és a református egyházat. Mivel az 56-os években nagyon nagy hullám jött ki megint Magyarországról. A 60-as években lehet mondani azt, hogy hát 40%-a Wellandnak magyar volt. 12 ezer családról beszélnek Welland és környékéről. A hozzánk tartozó magyar egyesületek, a Magyar Keresztény Egyesületet, Magyar Nő Egyletet, a Hunor Tánccsoportot, a Wellandi Magyar Nyugdíjas Klub, meg a Magyar Halász-Vadász Egyesületet, ami még most is nagyon aktív, legalábbis ma megint erre a célra jöttünk össze. Őszpörkör borjúval. Reméljük, minden jó lesz ma este. Fotballoztunk barátaimmal, és 1972-ben kicsikét kiüregettük a fotballból, és úgy gondoltuk, hogy el, hogy jobb lesz, hogyha valami könnyebbet csinálunk, és így a vadászcsoportot alakítottuk meg 1972-ben. Azóta megy a vadász és halász csoport. Sajnos az idősebbekből már nagyon sokan elhaltak. A szerencsék volt, hogy tudtuk a fiainkat az utánpótlásul venni, és így a vadászcsoport még mindig él, és reméljük, hogy fog élni még sokáig. 1977-ben vettünk egy szigetet, ottan tudunk halászni, meg vadászni, ez a Quebec territory-ban van, a province-ban, és ott nagyon jó megélnek a fiatalok, már amikor kicsi gyerekek voltak, azóta már oda járnak föl, most már nagyok, most már az ő gyerekeiket viszik, és jól érzik magukat. Ez a vacsora, ez most már a 44. vacsora, amit mi összeszerváltunk.
és most is vagyunk közel 300-hoz, nagyon sikeres, úgy néz ki, mindenki jól érzi magát. A Sándor a bíró, ő a zenész, és jó zenekar, minden jó. Szeretném megköszönni az asszonyokat, a lányokat, a fiúkat, akik jöttek kiszolgálni és főzni, sütni. Minden nagyon jól megy. Mindenki azt mondja, hogy előtt nagyon finom volt az ennivaló. Minden vadféle húsból van, amit ettünk, úgyhogy nagyon finom volt, mindenki nagyon szereti, és minden évben visszajönnek. És így nagyon sikeres nekünk így lenni. Itt Vellandon, a Magyar Házban, ami összeköttetésbe jöttünk körülbelül 82 körül, és azóta mi mint egy szárnya vagyunk a Magyar Háznak, úgyhogy ők segítenek minket, és mi segítjük őket.